Ki az, aki ezzel nem ért egyet? Ki az, aki azt mondaná, hogy ő ezzel nem ért egyet? Ez egyébként a 2018-as Grammy, csak azok számára, akiket érdekel, hogy miről is volt szó. Ez ugye felolvastak a Fire and Fury Donald Trumpról szóló könyvből. Én hozzá akarom tenni még egyszer, hogy mindenki megértse. Ez az egész egy forgatókönyv. Minden egyes eleme. Hillary Clinton. Az összes ember, ami elhangzott, az mind egy forgatókönyvnek a része. Ezek az összes esemény, mindenkinek a szövege meg van írva. Mindenki betanulta, mindenki megtanulta azt, hogy hol kell sírni, hogy kell előadni. Ezek színészek, ezek képzett emberek, akik tudják, hogy hogyan kell az embereket megváltoztatni. És megtéveszteni. Nagyszerűen egyébként látható. Hillary Clinton, mint egy politikus, de egyébként ugyanez a helyzet, ezzel a Monet lányjal is, aki egyébként egy színész, és Kesával, aki egy zenész. Ezek vagy ezzel a másik idiótával, aki egy műsorvezető. Ezek képzett színészek. Eljátszák a szerepüket, és manipulálják a világot. És átalakítják az emberiség gondolkodásmódját. Felolvasnak ebből a könyvből egyébként itt, és akkor azt dramatizálják. Ez szintén a Grammy-nek egy része volt ez a felolvasás. Ugye Fire and Fury Donald Trumpról szóló könyv. Fire and Fury egyébként 33, akit érdekel. Szóval Trumpnak semmi köze nincs ahhoz a könyv. Én nekem meggyőződésem, hogy annak a könyvnek semmi köze nincs a valósághoz természetesen. Az ugyanúgy egy szerepet hivatott játszani. Trump egyébként, ha valakinek nem tűnt volna még fel, pontosan azért került oda, hogy a feminista mozgalmat erősítse, hiszen az összes zaklatásváddal, a viselkedésével, ahogy a nőkről beszélt a felvételeken, meg úgy általánosságában véve, amit képvisel, az egy tökéletes katalizátor volt annak a problémának, meg annak a mozgalomnak, amik most kialakultak. Ezért mondtam azt, hogy a világnak vége van. Én nem tudom, hogy van, akinek vannak-e még, bár tudom, hogy vannak, akik még reménykednek, meg magyarázzák nekem, hogy majd meg fogjuk változtatni a világot. A világnak befellegzett. Egy ilyen világ, ahol idáig süllyedtek az emberek, mint ahol ezek vannak, mint ahol úgy általában vagyunk, annak vége van. Itt már csak azt lehet várni, hogy vajon mennyi idő van, míg úgy járunk, mint Szodoma és Gomora. Ugyanazt csináljuk, amit ők csináltak akkor. De megmutatom villámgyorsan, Grammy 2018, ez Jeanne Monnet, ugye a feminizmusról. Kesha szintén arról énekel. Ez a Alessia Cara szintén a feminizmusról beszélt, női egyenjogúságról. Ez ugyanaz a rendezvény. Oprah ugyanerről beszélt. Erről beszélt Bruno Mars egyébként ott ugyanúgy. De keresek még egy párat, csak hogy minden... Emma Watson évek óta erről beszél, ő az ENSZ-nek az egyik aktivistája. Taylor Swift ugyanezt csinálja. Ugyanúgy a feminizmusról beszél. Mutatok még egyébként. Ez már ez a Golden Globe, nem is tudom, hogy mi. Elizabeth Moss Margaret Atwoodnak az idézetét mondta el. Ugye arról írnak itt, hogy egy rendkívül erőteljes feminizmus támogató beszédről volt szó itt. Ugyanez Natalie Portman, ugyanitt. Frances McDormand ugyanezt csinálta. És ez mind-mind egy műsor. Ugye itt arról beszélnek, hogy feketébe volt öltözve mindenki, pontosan ugyanezért. Natalie Portman mikor átadták a legjobb rendezőnek járó díjat, azt mondta, hogy és most átadjuk a legjobb férfi rendezőnek járó díjat, és nézzük meg az összes csak férfi jelöltet, valami ilyesmi. Pink ugyanez, ugyanitt. Ez mondjuk egy másik díjátadó volt, ez az MTV-nek a díjátadója, szintén feminizmusról beszél. Nicole Kidman, Emma Watson, vége hossza nincs, de egyébként ki is az, Jessica Chastain szintén, de még a férfiak is, Rosie McGowan szintén, az összes, mindenki, az az egész, és ezért mondom, hogy Miley Cyrus, úgy érzem, hogy én vagyok a legnagyobb feminista, Priyanka Chopra szintén, Lady Gaga, Madonna folyamatosan, állandóan, Jennifer Lawrence ugyanezt mondta, feminizmusról beszélt a Harper's Bazaarban.
Úgy tűnik valakinek, aki most a világ embereihez nem is beszélek, szóval azok teljesen el vannak felejtve. Én azokról beszélek, akik az utat szeretnék járni, vagy akik azt mondják, hogy ők azt járják. Úgy tűnik ez, mint amivel egyet kellene értenünk. Azt hiszi valaki, hogy most úgy hirtelen a világ csak meg fog változni majd. Hogy mi meg fogjuk majd változtatni, hogy egyszerűen csak most ez a sok nő, aki így erről beszél, most ez mind, hogy valaki azt hiszi, hogy a világ meg fog változni most? Hát ennek megvan a, ez John Legend, én teljes mértékben feminista vagyok. Hogy meg fogjuk majd változtatni a világot? A legnagyobb probléma az, hogy az emberek ezt elhiszik. Itt a 2015-ben volt ez a Golden Globe-on, Gina Rodriguez arról beszélt, hogy ő egy bevándorló, és milyen sanyarú a sorsa, stb. Most ugyanez a helyzet. Ez Nicole Kidman feminizmusról beszél a 2018-as Golden Globe-on. Ezt csak megállítottam, hogy mindenki lássa, akit érdekel az idő. Itt az idő, lejárt az idő, ugye a fizetési különbségeket ki kell, hogy egyenlítsék, meg a diszkriminációt megszüntetni, a zaklatás, meg minden egyenjogúságot a nőknek tulajdonképpen. Ez az, amiről beszél. Ez Alessia Cara, ez a legjobb új előadónak járó díjat veszi át, feminizmusról beszél. Ott van rajta a Fehér Rózsa egyébként, akit érdekel, megmutatom. A Fehér Rózsa volt a Golden Globe-on. Most nem esküszöm meg rá, hogy ez mind Golden Globe, de a Fehér Rózsa volt a Golden Globe-on a mindenkin a nagy dolog, mert hogy szolidaritást vállalnak ezzel a mozgalommal. Mindenki be van programozva. És a világ egy ritmusra jár. Ahogy fütyülnek azok, akik irányítják a világot, úgy ugrál mindenki. És ezek azok az emberek, akik segítségével az ellenség manipulálja a világot. Ez Kesha, amikor a szexuális zaklatásról énekelt, és közben ugye ez az összes többi ember vele énekelt, aztán ott ilyen műsírás volt a vége, meg összeborulás, stb. Ez nem lehet egy normális dolog, hogyha a világ ezt csinálja. Ugyanakkor, ugye eljutunk ide is, de nem is tudom, nézzünk bele Nicole Kidman mit magyaráz, mert még nem néztem meg. Out as women saying we're going to have female directors. I'm in the midst of working with not just a female director, but a female DP. They are so rare. I've made over 60 films. I've worked with one other female DP. So this is the second one ever, which is not right, you know. Nincs elég női filmrendező, szóval azoknak a hiányáról beszél, hogy eddig csak egy rendezővel dolgozott, ha jól értelmeztem, női ez a második. Mindenki megtalálta azt, ahogy a saját véleményét hozzá tudja adni, és ugyanazt a gondolatmenetet erősít. Ő a rendezők hiányáról and beszél. A female first AD. So we're just trying to change the statistics and we need the help. We want to tell stories that reflect our lives back at us. And many, many, many women watch television, and many, many women go to the movies, sometimes more than men. And so we want to see those stories. We want to see ourselves. And we also believe, not only at Top of the Lake, but at The Handmaid's Tale, in having as many women behind the camera as possible, as many female producers, directors. Where is she? There's Reed. You know, it's really, really important to us to. Több rendező, ugyanis rengeteg nő jár a moziba, sőt, többen nézik, több nő jár a moziba, mint férfi olykor, és szeretné, hogyha a produkció oldalán több nőt lenne, mint amennyi van jelen pillanatban. To take a part in that movement. And it's also what people want to see. I think that Hollywood is learning that that makes money, that that's popular. This is a show led. Azt mondja, hogy az emberek ezt akarják látni, hogy több nő van benne. Az emberek nem akarnak látni semmit, az emberek csak nézik azt, amit eléjük raknak, az embereknek nincsen véleménye. Nem tudják, hogy mit akarnak. Az embereknek fogalmuk sincs róla, hogy mit akarnak, mert soha nem gondolkodtak még el azon kívül, hogy hova megyek nyaralni, meg hogy mit veszek fel holnap, vagy hogy mit fogok enni. Ezen kívül a legtöbb ember soha nem megy, meg hogy a munkám, hogy mennyit kell dolgozni, meg hogy másról lehessen beszélni annak a háta mögött. Ezen kívül az embereknek a fejében nagyon nem fordul meg semmi. Arról nem beszélve, hogy az, hogy mit akarnak látni a moziba. Az ember
A mozinak a lényege nem az, a mozi nem azt adja, amit az ember látni akar, a mozi azt adja, amit az embernek látnia kell ahhoz, hogy abba az irányba haladjon, amerre azok akarják, akik készítik a mozit. A mozi a kezdetektől fogva egy propaganda ellen volt, ugyanúgy, ahogy a televízió, most az internet, a zene, a musical, a színház, minden ugyan ezt a célt szolgálta. A színház ugyanez volt a Kolosseumban a gladiátorharc, mind azt a célt szolgálta, hogy az embereket manipulálja. Azért jutottunk el ilyen szintre, amilyen szintre eljutottunk, mert ez fénysebességre kapcsolódott most. Azáltal, hogy az internethez eljut egy-egy ilyen ostoba üzenet, mint amit ez is magyaráz, meg az összes többi. Egy-egy ilyen üzenet eljut, vagy egy-egy Lady Gaga zene, ahol mindenki mesztelenül van, és arról énekel, hogy milyen nagyszerű lenne, hogyha minden nő úgy viselkedne, mint egy prostituált. Mint ahogy a legtöbb amúgy is viselkedik. Pontosan ezért tartunk afelé, amerre tartunk. Mert mi azt hisszük, hogy az azért készül, hogy minket szórakoztasson, közben annak semmi köze nincs a szórakoztatáshoz. Az egy fiktív történet azért, hogy elhitesse az emberekkel, hogy beülhetnek oda, kikapcsolhatják az agyukat, ami amúgy sincs bekapcsolva túl sokat, és utána megnézik, letöltik a propagandát a fejükbe, és aztán hazamennek és továbbadják azoknak, akik még nem látták. És aztán arról beszélnek, hogy ha-ha-ha, a Matrixban, hogy mennyi ember a Matrixban, ha-ha-ha, hogy nem értik. Az közben mindenki abban él, majdnem. By a woman, and it's doing well, and I think that is something that people are listening to. I think it's been such an Persze, hogy hallgatnak rá az emberek, hiszen úgy van előadva, hogy egy pozitív dolognak tűnik, plusz az embereknek fogalmuk sincs igazából semmiről, hogy mi az, ahogyan a világnak zajlania kellene. Ezért mondja azt, hogy az emberek hallgatnak rá. Az emberek hallgatnak rá, mert az embereknek nincs a saját gondolatmenete. Incredible year for women in film, both as actors and also writers and directors and producers and people who are really coming to the forefront to tell their story about the world as they know it from where they're standing. And I think that the response to these projects and the support that these projects have gotten and the way that audiences are going to see them or watching them in their homes, I think all of this just makes it so much easier for the next crop of filmmakers who want to tell stories about women. Well, I Arról beszél, hogy a reakció arra, ezekre a filmekre, most nem tudom megmondani, hogy mi ez a film, de ugye a történetek nőkről szólnak, nyilván azért van ennyi nő, hogy az emberek annyira imádják ezt nézni, mert hogy ez a reakció, ez segíteni fogja őket a jövőben, hogy egyre több nő lehessen látni ugye a kamera másik oldalán, úgy mint rendező, író, stb. Producer, és stb. Még egyszer, nincs arról szó, hogy de hát amúgy is, könyörgöm, hát miközben van egyáltalán egy embernek, most én olyan szempontból kezelítem ezt meg, hogy ha valaki járja az utat, akkor az nem is néz filmet, nem is akar szerepelni egy-egy ilyen film. Minek akarna valaki mesztelenül állni a színpadon, és arról beszélni, hogy ha egy nő úgy viselkedne, mint egy prostituált, akkor az pozitív lenne a társadalom számára. Úgy öltözne, úgy viselkedne, meg úgy élni az életet. Mi közöm van nekem ahhoz? Minek vegyek én példát erről, mikor ez egy teljesen más irány, mint amerre nekem mennem kellene? Ennek ellenére természetes, hogy pozitív, hiszen első nekifutásra az ember úgy van vele, hogy hogyne, persze én is egyetértek a női egyenjogúsággal, miért ne, hogyne, nagy. De annak van egy másik oldala a női egyenjogúságnak, és az nem segíti az életünket, hanem lerombolja, tönkre teszi. Valahogy én nem úgy képzelem el, hogy mikor a teremtő megalkotta a nőt, akkor úgy gondolta, hogy ez lesz az a nőnek a funkciója, hogy be nem áll a szája, és mesztelenül részegen jön-megy az utcán, és megpróbál irányítani a család életét, vagy egyedül él. Minek akarnék én ilyen filmekbe szerepelni, vagy egyáltalán minek akarjak én erről példát venni? Ki is az, aki azt gondolja, hogy ezek a karakterek, akiket néz, ezek igazi emberek. Ezek azért színészek, hogy eljátszanak egy szerepet. Eljátszak a szerepet a filmben, eljátszak a szerepet az életben. I think that the success of shows like this that have five women at the center help. And, you know, I've been saying the sentence lately that I think rings true for all of us up here, which is putting women at the center of our stories is not just the right thing to do, it's also great business. And I think, you know, given the fact Ugye arról beszél, hogy a nők legyenek a történet központjában. Nem tudom, hogy mi ez a történet, de Big Little Lies. Nagyszerűen hangzik.
nagy kis hazugsága. A 10 parancsolatban az egyik az, hogy ne hazudj. És olyan mennyi példát lehetne erre mondani, de a született feleség az egyik legnagyszerűbb példa. Gyakorlatilag prostituáltak főszereplők, és ők a ugyanígy a Sex és New York, ugyanez a helyzet abban is, és ők azok, akik aztán a példaképek felnövekvő nemzedékek számára, meg sajnos a legtöbb esetben még felnőtt emberek számára is. A nagy kis hazugságokban meg szintén 5 nőről van szó. The fact that you've seen Handmaid's Tale this year and, you know, shows like Insecure and, you know, with women at the center, people want them. We should not be confined to female audiences because we have women at the center of our shows. Men have flocked to the show and it has been a great, great gift for all audiences to come to the show. So we just have to keep doing it and we have to keep encouraging other young women to do it. És most ugye azt mondta, hogy csak egyre bátorítanunk kellene a fiatal nőket, hogy ezt csinálják. Hát pontosan ezt csinálják. Hát azért néz ki a világ úgy, ahogy kinéz, mert a fiatal nőket erre bátorítja. Annak ez a következménye. A helyzet az, hogy mindennek megvannak a következményei. Nem lehet, ha valaki elkezd járni a világ útján, akkor mindenért, amit ott kap, azért fizetni kell. Az ellenség nem fogja csak úgy egyszerűen odaadni neki azt, amit akar. Be fogja nyújtani a számlát, és az, ami jön, az egyenjogúsága, az elmegy a másik oldalon, az pedig ez, mindjárt meg fogom mutatni egyébként még így befejezésről néhány dolgot nagyon gyorsan. De ezt be is fejezem, ezt a karaktert, ezt is megnéztük már. Ez a Me Too dolog, ez volt az Oscaron, ez volt a 2018-as Oscaron, Golden Globe-on is ez volt, ugyanúgy, hogy a Grammy-n. Ez a Grammy, ja igen, oké. Akkor ők a példaképei a nőknek, gondolom én. Most nem azt mondom, hogy minden nőnek, azt mondom, hogy általában legtöbben úgy néznek erre, hogy micsoda nagyszerű élet. Most ha úgy gondolja valaki, hogy ez az, ahogy egy nőnek fel kéne öltözni, akkor ez milyen hatással van azokra, akik ezt nézik, és akik esetleg felnövekednek, akik azt látják, hogy az ő példaképeik így öltözködnek, meg így néznek ki. Ezért harcol mindenki, hogy ez lehet, hogy így járhasson, hogy így öltözködhessen, meg így viselkedhessen, ez az, amiért harcolnak. Mert ez annak az egyik tartozéka. Ezt nem lehet elválasztani attól, amiért ők küzdenek. Érthető, amit mondok? Nem, vannak pozitívumai természetesen, de ez jön egyfajta, mint minden, amit az ellenség csinál. Ez Heidi Klum, ő gyakorlatilag alsó neműben van itt. Ugyanúgy, hogy ez a karakter. Teljesen mindegy. Minden, amit nyernek a világ oldalán, azért fizetni kell. És amivel fizetünk, az az, hogy egy évben Magyarországon a 45 ezer házasságból 25 ezer válással végződik. És ez az ára annak, amiért ők harcolnak. Ez az ára annak, ami itt történik, ahogyan manipulálják az embereket, hogy elhiggyék, hogy ez az út, ez az, ahogyan egy nőnek viselkednie kellene, vagy ez az, ahogyan öltöznie kellene egy nőnek nyáron, vagy egy gyereknek. És ezzel biztos vagyok benne, hogy az emberek 90%-ának nincs problémája, úgy van vele, hogy ez van, mit tudok csinálni? De ez, ez egy szélsőség. Hát csak az ember végignézi ezeket a képeket, az, nem is tudom, már az úgy tűnik, hogy sok ember. A másik oldalon is ezzel fogom befejezni. Ott van a férfi, aki egyszerűen... hát nem is tudom. És ez az, ami ennél a férfi vál. Gyakorlatilag a nőnek egy másik verziója. És hogyha már azt kérdezte valaki, hogy nem nagyon látott még férfit női ruhába, annak megmutatom, hogy mi a helyzet a kifutón. Ez az, ahol tartunk most. És ha valaki azt gondolja, hogy ez normális, vagy ez csak egyszerűen egy természetes idézőjelbe tett evolúciója az emberi fajnak, akkor további sok sikert. Statisztika azt kell, hogy mondjam, hogy azt támasztja alá, amit én mondok. Vagy még egyszer elmondom, mert hogy én nekem bármi problémám is van a nőkkel, én nekem a viselkedéssel van probléma. Meg hát nem nekem, hanem a helyzet az, hogy az a fajta viselkedés, ahogyan a legtöbb nő hozzááll az élethez, az elfogadhatatlan az írás alapján. Ha akinek erre az a válasz, hogy de a férfi is, az,
Az sajnos egyelőre nem érti, hogy mi a probléma. Az pontosan azt támasztja alá, amit mondok. Az pontosan azt bizonyítja, hogy úgy van, ahogy mondom. Állandóan a lázadás és folyamatosan egyfajta ellenállás. Mindenkinek saját magával kellene foglalkozni és megérteni azt, hogy természetes, hogy megvannak a problémák a férfival is. Az egy más jellegű probléma, amivel a férfiak küzdenek. Ez egy teljesen más jellegű probléma. Az a baj, hogy annyi probléma van, annyi probléma van ezzel az egésszel, hogy nehéz mindet. Social media vagy mi, az egy nagyszerű tükör, vagy egy ilyen, mint egy kilátó, hogy így látja az ember, hogy mi is történik a világban. Úgyhogy ahogy figyelem ezt az egészet ott, olyan nagyszerűen látszik az, hogy hova fajult ez az egész onnan, ahol lennie kellene, hogy viselked. És mondom, mivel most a nőkről van szó, ezért most már akkor addig így kavast, amíg izzik. Ahogy viselkednek, ez az egyik dolog az állandó gyönyörű vagy babám, ez a gyönyörű vagy nagyszerű a körböd, a hajad, a ruhád, milyen nagyszerű a nyaralás, a bánat tudja mi. Mindenkinek van 500 selfie különböző szögekből minden nap, és arra a férfiak tucatjai írják, hogy jaj, de szép vagy, jaj, de így, jaj, de úgy, jaj, de amúgy, mint egy idióta. Közben nem lehet semmit mondani egy nőnek, anélkül, hogy fel ne robbanna úgy, hogy egyből egy ilyen védekező mechanizmus beneindulna, és azonnal elne kezdődne ez az áradata annak, aminek szinte értelme nincsen amúgy a legtöbb esetben, de nem lehet semmit mondani, mert akkor azonnal ez van. A férfi meg nem is mer semmit mondani már, mert ugye ő már olyan szinten van, hogy egy verziója a nőnek, aminek lennie kéne a nő. Így teljes mértékben megcserélődött a két, és ezért nem működik semmi. Amúgy. Ezért nem működik semmi. És ha már mert már ez eszembe jutott korábban is ez a példa, de most már, ha itt tartunk, akkor elmagyarázom, vagyis hát nem azt elmagyarázom, hanem megmutatom mindenkinek. Azt akarom mondani, hogy ha valakinek az jut eszébe, hogy jaj, de a nő, de a férfi is, meg ez az ami állandóan van. Képzelj el azt mindenki, hogy van egy vadló, amit be kell törni ahhoz, hogy az ember használni tudja. Nem szó szerinti használatra gondolok most, hanem hogy hasznos legyen, hogy betöltse a funkcióját, amiért van egy ló. Teljesen mindegy, hogy mennyire képzett a lovas, vagy hogyan próbálják meg felhasználni, mindaddig, amíg az a ló nincs betörve, addig haszna vehetetlen, addig nem tudja betölteni a funkcióját. És biztos vagyok abban, bár sose voltam, hát lovon is csak egyszer ültem, szóval ha valakinek az lesz a problémája, hogy akkor nem, de biztos vagyok abban, hogy amíg be nem törnek egy lovat, addig nem tudják felhasználni, és ugyanez a helyzet a nő funkciójával is. Teljesen mindegy, hogy mennyire jó a lovas, vagy mennyire rossz, mindaddig, amíg a ló nincs betörve, nem tud ráülni. És most vonatkoztasson mindenki a vizualitástól az egészen, próbálja meg megérteni azt, amit mondani szeretnék ezzel. Én ezért mondom, hogy az, hogy a nő a szerepén kívül funkcionál, az elsődleges és a legfontosabb probléma az egész világon. Mindaddig, amíg nincs a ló betörve, nem lehet semmit se kezdeni vele, teljesen mindegy, hogy a lovas jó vagy rossz. Úgyhogy ezért próbálom elmondani. Inkább nem érdekel, hogy nekem nincs hasznom ebből az egészből. Én csak azt szeretném, hogyha megértenék az emberek, az a néhány ember, aki járni akarja az utat, és egyszerűbb lenne utána az élete, és eljutna egy olyan pontra, amikor megérti azt, hogy alázattal és engedelmesen járni az utat többet ér mindennél, amit a másik oldal nyújtani tud. Mindennél, amit az a pillanatnyi öröm, hogy én úgy gondolom, hogy márpedig én megmondom, márpedig én nem hagyom abba, márpedig én kiharcolom, és én úgy, és én így, és én amúgy. Annál hosszú távon az alázat és az engedelmesség többet ér. És ha ez fájdalmas,
akkor az azért van, mert az igazság mindig is fájdalmas. Aki nem így viselkedik, annak biztos vagyok benne, hogy ez nem fájdalmas. Van egy szürke csoport, aki így viselkedik, csak nem tudja, ahol a legtöbben vannak egyébként. A legtöbben. Én úgy gondolom, és elmondom még egyszer, az elsődleges probléma a világban az, hogy az ellenség meggyőzte a nőt arról, hogy a szerepén kívül funkcionáljon. A másik oldalon persze tönkretett a férfit úgy, ahogy van, de az elsődleges probléma mindenképpen ez. És ezzel együtt jár az erkölcstelenség is. Biztos vagyok benne, hogy 50 éve egy nő nem viselkedett így, egy átlag nő, mint ahogy ma viselkedik egy átlag nő. Az erkölcstelenség és az a fajta hiány a morálnak, az abszolút morális viselkedésnek, amit csak és kizárólag az írásból tanul meg valaki, ami tapasztalható a világban, ugyanoda juttatott minket, ahol Szodoma és Gomorra volt annak idején, vagy Babilon, vagy az összes többi, mielőtt eltörölték a föld színéről. De mondom, a másik oldalon szerencsére vannak ellenpéldák is erre. És az egy nagyszerű dolog, mikor az ember az olyannal találkozik. Az egy nagyszerű dolog. Az egy felüdülés, azt kell, hogy mondjam. Úgyhogy ha már a példáknál tartottunk, még hozzáteszem azt, hogy ez mindig is így volt, és mindig is így lesz. A lényeg az, hogy legyen ember, akit ki tudunk ebből rángatni, de az a néhány, aki olyan, ami ennek lennie kellene, azt kell, hogy mondjam, hogy amiatt megéri az egész. És azt hasonlítani lehetne az aranyhoz, mint ahogy hasonlítja is példabeszédek többször. Az arany azért értékes, mert ritka. Ugyanúgy, ahogy az a nő, aki úgy viselkedik, ahogy neki viselkednie kellene. És mikor azzal találkozik az ember, az egy nagyszerű dolog. Most nem arra gondolok, hogy feleségül venni valakit, hanem csak látni azt, mikor valaki valamelyik nő a saját szerepét betölti, és megérti, hogy hogy van öröm abban, amikor valaki alázattal és engedelmesen járja az utat. A többi meg ugyanúgy a sallang, mint ahogy minden másban. Ami ahhoz kell, hogy az értékét növelje annak, aki más. Remélem, hogy ez hasznos volt valakinek legalább, és megértette, hogy mi lett volna az üzenet, hogy mi is az, amit mondani akartam ezzel az egésszel. Persze mindenki eldöntheti magában, hogy melyik úton indul el, és igazából nekem teljesen mindegy. De nagyszerű lenne, hogyha minél többen megértenék ezt. Mindenképpen kövessétek az Infobubble 2-es csatornát, ahol keddenként 20 óra 30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről. Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!